Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szekszárdi foglalkoztatási paktunk, 500-an találtak munkát a programnak köszönhetően. Összeültek a völgységi polgármesterek, a gondozási központ működtetése volt a legfontosabb téma. Országos Snitta Sámuel szakmai verseny, ezúttal a vendéglátóipari iskolában zajlott a selejtező. Kolipokat készítenek Bonyhádon, a koraszülött gyermekek fejlődését segítik a horgolt kolipok. 500-an találtak állást az elmúlt években Szekszárdon a helyi foglalkoztatási paktumnak köszönhetően. A program záró rendezvényét most tartották. A kezdeményezés olyan sikeres volt a Tolnai megyeszékhelyen, hogy nemrégen még az eredetileg tervezett forrás összegét is megemelték. 2016-ban indult a Szekszárdi Foglalkoztatási Paktum állami támogatásból. A program célja az volt, hogy minél több a Tolnai megyeszékhelyen élő, állás nélkül levőnek segítsenek a szervezők munkát találni. A paktum lebonyolításában a helyi önkormányzat mellett a kormányhivatal munkaügyi osztálya és az Újra dolgozni Tolnában egyesület vett részt. Utóbbi szervezet abban segített a jelentkezőknek, hogy minél hatékonyabban készüljenek fel a mindennapi munkára és egy-egy állásinterjúra. A háttértámogatás az ugye azért is nagyon fontos, mert ki, hogyha mélyebben belegondol, akkor tudhatja saját szakmájában vagy saját családjában is, hogy ahhoz, hogy megvan egy bizonyos képesítés, vagy bír néhány eszközzel, hogyha a belső összhang nincs rendben, a környezettel nem tud harmonikusan együttműködni, akkor bizony működésképtelenné válnak a dolgok. A résztvevő vállalkozások bér- és járuléktámogatást kaptak azért, mert a program ügyfeleit vették fel munkatársnak. Voltak, akik irodákban, mások gyárakban helyezkedtek el. A paktum végül olyan sikeresnek bizonyult, hogy az elmúlt időszakban forrás rámeléssel is segítették a programot. Így végül több százan helyezkedtek el a kezdeményezésnek köszönhetően. Ez inkább három korosztálynak a segítésébe volt jellemző, a 25 év alattiak, az 55 év felettiek és a gyásról visszajövők. Annyit tudunk elmondani, hogy 500 főt érintett ez az évek során. A szekszárdi foglalkoztatási paktumnak köszönhetően tehát nagyjából 500-an találtak állásra az elmúlt években a Tolnai megyeszékhelyen. Az állam befejezi a szekszárdi uszoda építését és átvállalja a létesítmény üzemeltetését az önkormányzattól, ismertette közösségi oldalán a Szekszárd megyei jogú város polgármestere. Ács Rezső hozzátette, a gyors előkészítő munka után erről kedden a kormányhatározat is megszületett. A város vezetés a miniszterelnökséggel, valamint az építési és közlekedési minisztériummal együttműködve most azon dolgoznak, hogy a beruházással összefüggő folyamatban lévő feladatok, valamint az előkészítési és megvalósítási dokumentációk teljes körű átadás átvétele az önkormányzat és a beruházási ügynökség között a következő napokban megtörténhessen. A kormány határozata rendelkezik arról is, hogy meg kell vizsgálni az új sportcsarnok és a rekreációs központ építésének, finanszírozásának és lehetséges működtetésének módjait. Ez a munka is lezajlik a napokban, közölte Ács Rezső. Már csak két napig, csütörtökön reggel 8 és délután 4 óra között, pénteken pedig délután 2-ig lesz lehetőségük a 62 év feletti lakosoknak elmenni a felajánlásokért a szekszárdi piactér emeletére. Idén 4500 szépkorú regisztrálta a karácsonyi ajándékcsomag programra. December 15-én azokat várják, akiknek a vezetékneve R, S vagy S betűvel kezdődik. A szatyrokba idén nagyjából 6000 forint értékű ajándék került. A Völgységi Önkormányzatok Társulása megtartotta ez évi utolsó ülését. Az egyik legfontosabb napirendi pontról, a közös fenntartás alatt álló gondozási központ működéséről és gazdálkodásáról is döntöttek a polgármesterek. Kis meglepetéssel kedveskedett a szedvező Bonyhád város a völgységi települések polgármestereinek, felelevenítve a lucanaphoz kötődő népszokást. Filoni Ferenci Baja, Bonyhád város polgármestere és a Völgységi Kistérségi Tanács elnöke azt mondta, sikerült az évben több kérdésben közösen gondolkodni.
A térségi tanács legfontosabb feladata a gondozási központ működtetése. Nagyon sok fontos döntést hoztunk, valamennyi annak érdekében, hogy az itt Bonyhágyárásban élő embereknek az életét segítsük, hiszen a legfontosabb feladata a társulásnak az a gondozási központ, mint intézmény fenntartása, működtetése, amely rengeteg feladatot lát el szociális területen, de számos olyan közös gondolkodás mentén folytatunk munkát, amely szintén segíti az itt élőknek az életét. Az a megállapítás született, hogy minden az előirányzatok szerint zajlott ebben az esztendőben, és 5 millió forint olyan pénzösszeg is fennmaradt, mely továbbiakban a társulás vagyonát gazdagítja. A gondozási központ a 2022-es évben 318 millió forinttal gazdálkodik, és ennek a költségvetésnek a terhére rendkívül széles körű feladatot lát el, hiszen a család és gyermekjóléti szolgálatot biztosítja a társulás valamennyi településén, emellett bentlakásos ellátást biztosít itt Bonyhádon, a szociális étkeztetést, a nappali ellátást, és ez kiterjed a térség több településére vonatkozóan is. A jelenlegi támogatás valószínűleg nem lesz elegendő a jövő esztendőben, de a polgármesterek egyöntetű véleménye, hogy a szociális intézmény működtetését fent kell tartani. A társulás tagjai megtárgyalták a házi orvosi ügyeleti rendszer jövő évre vonatkozó lehetőségeit, és úgy döntöttek, továbbra is fenntartják a megbízást az eddig a feladatot ellátó orvosi gárdával. A kormány április 30-áig meghosszabbította az élelmiszerár stoppot, közölte az Agrárminisztérium kedd este. Nagy István kiemelte, az ársapkák működnek, a vásárlók ugyanis azokból a termékekből vesznek többet, amelyekhez olcsóbban jutnak hozzá. Egy felmérés szerint az ársapkás termékekből több fogyott idén 2021 ugyanezen időszakához képest. A legnagyobb 81%-os növekedés a 2,8%-os UHT-tej esetében figyelhető meg. A többi ársapkás termék esetében is 25%-nál nagyobb a fogyasztás bővülése. Lisztből 27%-kal, napraforgó étolajból 44%, csirkemellből 34%, csont nélküli sertéscomból 46%-kal fogyott több idén eddig, mint az előző év azonos szakaszában. A mennyiségi növekedés oka lehet az is, hogy a vásárlók raktároznak ezekből a termékekből. A miniszter ugyanakkor a felhalmozás helyett a tudatos vásárlásra hívja fel a figyelmet, írta a tárca. A szülők is elmondhatják véleményüket a magyar oktatásról december 15-éig. Erre hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra Facebookon közzétett videójában. A kormány szóvivő elmondta, a gyermekekkel kapcsolatos kérdések mindig a legfontosabbak közé tartoznak. Az oktatási kérdőív első két körében a pedagógusok mondhatták el véleményüket, most a szülőkön a sor, hogy elmondják, hogy lenne érdemes változtatni az oktatási rendszeren. A kiküldött ívek érintik a leckeírásra fordított időt, a magánórákat, de az iskolai értékelést is. December 1-e óta már több mint 100 000-en töltötték ki a kérdéssort. Minden szülő véleménye számít, arra biztatok mindenkit, hogy december 15-éig éljen a lehetőséggel. Ezúttal a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola adott otthont a 6. országos Snitta Sámuel szakmai csapat verseny selejtezőjének. A megmérettetésen 4-5 fős csoport indult, akiknek egy 120 kérdésből álló tesztet kellett kitölteniük 2 óra alatt. Idén 6. alkalommal rendezték meg a Snitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület országos versenyét. A Dél-Dunántúli régióban a rendezvényt a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Szekszárdi Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskolában tartották meg. A megmérettetésen 4 oktatási intézmény indult, egy-egy 5 fős csapattal. A versenyzők Nagyatádról, Siófokról és Kadarkútról érkeztek. Egy csapat az 5 főből áll, és 2 felszolgáló, 2 szakács és 1 cukrász tanuló alkotja a csapatot. 120 kérdés, 120 perc alatt kell megválaszolni interaktív módon.
A szakács, cukrász, illetve a pincér tanulóknak többek között ismerniük kellett az éttermi berendezési tárgyakat, eszközöket, de más témakörökben, például a magyarországi borrégió őshonos kárpát-medencei szőlőfajták jellemzőit is tudniuk kellett. Nagyon örülünk, hogy számos versenyen részt vehetnek a diákjaink. A szakmai versenyeknek az az előnye, hogy a mindennapokban motiválja a tanulóinkat, illetve a szakmai előmenetelüket is elősegíti. Ilyenkor, amikor egy ilyen országos versenyen a szakmából szponzorok, támogatók, rendezvényre cégek megjelennek, olyankor már a tanulók is feltűnhetnek a látókörükbe, és a későbbiekben esetleg megkönnyíti az elhelyezkedésüket. A selejtező első helyezett csoportja másik 7 csapattal jut tovább a döntőbe, amit szintén a szekszárdi vendéglátóipari iskolában rendeznek meg 2023. márciusában. Személyi sérüléses baleset történt december 13-án, kedden, nem sokkal 11 óra előtt. Egy pótkocsit húzó traktor vezetője a Szekszárdra bevezető úton a kötelező haladási irányjelzőtábla utasítása ellenére 5 forgalmi sávon keresztül az egyik benzinkútról akart áthajtani a Bor utcába. Pécs irányából a 6-os főút felől az úgynevezett Delta úton haladt egy autós a Tolnai megyeszékhely felé, amikor neki ütközött a szabálytalanul közlekedő traktornak. Az autó átcsapódott a megyei jogú városból kivezető útra, ahol frontálisan ütközött egy másik járművel, ami árokba csapódott. A balesetben az egyik autó sofőrje súlyosan, míg a másik kocsi vezetője és egy kisgyermek könnyebben sérültek meg. Az eset kapcsán a szekszárdi rendőrkapitányságon büntető eljárást indítanak. 27 gyermek családjának segít az ünnepek előtt az a kezdeményezés, amelynek köszönhetően idén is rengeteg adomány érkezett a Nagykúnyi óvodába. Az intézmény az Örökbefogadok egy Ovid mozgalomtól kért segítséget még évekkel ezelőtt. A cég, amely az óvodát választotta, minden év karácsonya előtt ajándékokkal megrakodva látogatja meg őket. A mozgalom célja a mély szegénységben, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben, nehéz körülmények között élő gyermekek segítése. Koripokat horgoltak a koraszülött gyerekeknek a Bonyhádi Széchenyi István általános iskolában. A színes polipok fodros csápjai a köldögzsinórra emlékeztetik a babákat, ezért közelségük megnyugtatja őket, a biztonságérzet miatt pedig gyorsabban fejlődnek. A kezdeményezés 7 éve van jelen Magyarországon. Horgolókkal telt meg a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola aulája. Minden megjelent koripot készített, vagyis egy olyan speciális polipot, ami a koraszülött babák fejlődését segíti már az inkubátorokban. A kezdeményezésre nem csak szülők és nagyszülők vállalkoztak, több diák is csatlakozott a programhoz. Nagyon jó érzés, és szeretek is horgolni. Szóval azért is jöttem, mivel mondták, hogy lehet ilyet csinálni. Stojka Jessica internetes videókról tanult meg horgolni, és amikor megtudta, milyen megmozdulás lesz az iskolában, rögtön jelentkezett. A koraszülött kisgyerekeket szeretném ebben támogatni, meg már régebb óta kezdtek horgolni, és ezért, mert hívtak több embert, és akkor én is jelentkeztem én is jövök. Az első koripok 2015-ben jelentek meg a koraszülött osztályokon idehaza. A színes baba barátanyagból készült állatkák közelsége, a köldögzsinóra emlékeztető csápok megnyugtatják a kicsiket, emellett segítenek abban is, hogy ne a körülöttük lévő csöveket, érzékelőket piszkálják. 100%-os pamutvonalat lehet használni, amelyik nyálálló, úgynevezett mercerizált, csak olyanokból horgolhatunk. Erre, hogy a festék nem oldódhat ki, nagyon szorosra kell horgolni, hogy a tömőanyag ne kerüljön ki a korip külsejére. Harisnyát teszünk bele, abba tesszük bele a tömőanyagot, nagyon keményre tömjük. Ez a babák első barátja is, és ha az évek során tönkre menne, akkor le újat ad. A kezdeményezés mostanra mozgalommá nőtte ki magát Magyarországon. Ehhez csatlakozott a Bonyhádi iskola. A Koraszülöttek Országos Szövetségével fölvettem a kapcsolatot, elmondták a feltételeket, mi mindent megvalósítottunk, ahol láthatjátok is. Egyetlen egy dolgunk volt csak vissza, hogy a szülőket, nagyszülőket beszervezzük erre a tevékenységre. Az önkéntesek nagy része semmilyen módon sem kötődik a koraszülés témájához, mégis fontosnak tartják, hogy támogassák azokat a családokat és babákat, akik küzdenek ezzel a nehézséggel.
Regionális híreink következnek. A NAV adatvagyonát is használják a revizorok, új módszerek az adózók ellenőrzésére. Tiltott szerek használata és függőség, drogprevenciós programot szervezett a polgárőrség. Megyei népdal éneklési verseny, Kodály Zoltán születésének 140. évfordulóját ünnepeljük idén. A NAV ellenőrei ma már nem csak a megérzéseikre hagyatkozhatnak egy-egy helyszíni ellenőrzés során, a hivatal adatvagyonát is segítségül hívhatják, ennek alapján pedig nagy valószínűséggel kiszűrhetők a szabálytalan vállalkozók. Az érintettek egyébként minden héten tájékozódhatnak a várható vizsgálatokról az adótrafipaxon keresztül. Elmúltak már azok az idők, amikor az adóellenőrök kizárólag a megérzéseik, a tematikus kiválasztások vagy az adóhatósághoz érkezett közérdekű bejelentések alapján végezték a helyszíni ellenőrzéseket. Ma már a NAV hatalmas adatbázisa lehetővé teszi azon vállalkozásoknak az előzetes kiszűrését is, amelyek a beérkező adatok alapján nagy valószínűséggel szabálytalanul végzik tevékenységüket. Így a korábbi ellenőrzésekhez képest most már több területen is figyelhetik az adózókat. Például érzékelik a revizorok azt, hogy egy vállalkozásnál például kevesebb alkalmazott van bejelentve, mint ahány működő pénztárgép van. Vagy egy vendéglátóhelyen kizárólag 5%-os áfatartalmú termékeket értékesítenek, mintha italfogyasztás nem is lenne. Vagy hogyha csak abban a szűk időszakban működik egy pénztárgép, amikor az alkalmazottak ott vannak, tehát amikor a bejelentett alkalmazottakat látja a hivatal, egyébként pedig sokkal hosszabb az adott üzletnek a nyitvatartási ideje. A célzott kiválasztástól függetlenül természetesen az árusok, vendéglátók bármelyike számíthat ellenőrzésekre, így a hivatal munkatársainak fokozott jelenlétével számolhatnak az adózók, főként a decemberi téli akciók során is. Az ellenőrzések elsődleges célja a hiányosságok feltárása és azok megszüntetésének elősegítése, ezért célszerű, ha a vállalkozók is odafigyelnek a szabályok betartására. Ezek szándékos kijátszása esetén viszont a hivatal a rendelkezésre álló eszközökkel kikényszeríti a jogkövető magatartást. Az adózók egyébként továbbra is hetente értesülhetnek a várható ellenőrzésekről, hogy hol, mikor és kik számíthatnak a revizorok megjelenésére az adótrafipaxon keresztül. Milyen hatása van szervezetünkre, sőt egész életünkre a tiltott szerek használata, illetve a függőség kialakulása? Erről hallhattak valós történeteket, ismerkedhettek meg a következményekkel a nagykozári fiatalok nemrég. A bemutatót a helyi polgárőrök szervezték. Céljuk, hogy a tizenévesek jó döntéseket hozzanak már ebben az életkorban is. Megtörtént esetek, filmek, drogtáska és az úgynevezett részek szemüveg használata. Ezekkel mutatták be a polgárőrök, hogy milyen a szerhasználók élete, mi történhet velük, ha drogokat használnak, alkoholt fogyasztanak. Nagykozáron tartották a bemutatót a fiataloknak. Volt közöttük, aki már látott hasonlót a való életben is. Az ilyen drog hatással volt, hogy találkoztam Pécsen, mondjuk Széchenyi téren például ilyen fiatalokkal, nagyon sok van. A polgárőrök szerint hatásos volt a bemutatójuk. Szerintem meglepődtek, nem erre számítottak, főleg, hogy megtörtént történetek, ami életszerű volt, és ugye hogy az előadókkal is megtörténhetnek gondok, bajok, talán így sokkal hatásosabb volt, mint hogyha egy hivatalos szakszöveggel tartottuk volna nekik a tájékoztatót. Fontosak az ilyen bemutatók, tájékoztatók. Ezek segítenek a fiataloknak, hogy tudják, milyen veszélyeket rejtenek, ha a drogot, alkoholt fogyasztanak. Minden egyes ilyen preventív oktatásnak nagyon-nagyon örülök. Ha csak 10 gyerek van, annak is nagyon örülök. Ők most gyakorlatilag egy nagyon nagy tapasztalatot nyertek azáltal, hogy nem lesznek droghasználók, bízom benne. A nagykozári drogprevenciós bemutatóra 25 fiatal érkezett. Azt mondták, tanúságos volt mindaz, amit láttak, hallottak a polgárőröktől. Kodály Zoltán születésének 140. évfordulóját ünnepeljük idén december 16-án. A zeneszerző, zenetudós nevét viselő pécsi gimnáziumban ilyenkor ünnepi hetet tartanak minden évben. Az országos népdaléneklési verseny megyei döntőjét is itt tartják. Az ünnepi hét programja koszorúzással kezdődött.
Koszorút helyeznek el Kodály Zoltán emléktáblájánál a Pécsi Dupó István utcai iskola épületében. Az intézmény 40 éve viseli a zeneszerző, zenetudós nevét. Kodály több szállal kapcsolódott Pécshez, Baranyához. Egyrészt felesége révén, illetve a népzenei kincs miatt, másrészt kíváncsi volt az itteni zenei életre is, mondta a megyei önkormányzat elnöke a koszorúzáson. Arra a közösségi, zenei közösségi életre, amely az elmúlt egy évszázadban mindig is jellemezte Baranyát. Úgy valljuk, hogy egy népnek, egy nemzetnek, egy közösségnek akkor van jövője, hogyha kulturális értékeit őrzi, azokat újra és újra megéli. Jó volt látni, hogy Kodály Zoltán születésének 140. évfordulójára készülve, a hagyomány megtartva idén is több száz baranyai fiatal jött itt össze. Ugyanis az ünnepi hetet egy országos népdaléneklési verseny megyei döntőjével kezdték. Ez a Tiszán innen Dunántúl országos népdalversenynek a területi fordulója. Innen tudnak bekerülni a diákok az országos versenyre, hogy megmérettessék magukat. És ez mindig egy nagyszerű és felemelő pillanat, amikor itt zenepedagógusok találkoznak, és diákok egymás teljesítményét látják, és tudják magukat helyezni, hogy hogyan állnak és hol állnak éppen abban az életszakaszukban. Szólóénekes, kisegyüttes, énekegyüttes kategóriában versenyeztek a diákok a megyei döntőn. A legjobbak az országos döntőbe kerültek. Kodály Zoltán 1882. december 16-án született, ezért a születésnapjának hetében ünnepi programokkal emlékeznek névadójukra a pécsi iskolában minden évben. Végül mutatjuk legfontosabb tolnamegyei híreinket még egyszer röviden. Szekszárdi foglalkoztatási paktum, 500-an találtak munkát a programnak köszönhetően. Összeültek a völgységi polgármesterek, a gondozási központ működtetése volt a legfontosabb téma. Országos Snitta Sámuel szakmai verseny, ezúttal a vendéglátóipari iskolában zajlott a selejtező. Koripokat készítenek Bonyhádon, a koraszülött gyermekek fejlődését segítik a horgolt polipok. Csütörtökön a szerdaihoz hasonlóan erősen felhős, borongós időre van kilátás, estig csak elvétve fordulhat elő csapadék, gyenge, déli szél fog fújni. Estétől mediterrán ciklon csapadék zónája éri el hazánkat délnyugat felől, emiatt egyre több felé kell számítani jelentős mennyiségű esőre. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!